15 baktalórendházi helyszínen zajlottak beruházások az elmúlt mintegy 2,5 évben egy topos projektnek köszönhetően. A cél olyan infrastruktúra fejlesztések támogatása volt, amelyek javítják a város általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását és azon maradását. Az új szolgáltató ház előtt található baktalórendház a legújabb tere. Néhány hete adták át, amellyel egyúttal lezárták azt a projektet, amely a környezettudatos város rehabilitációt szolgálta. A 2017 nyarán kezdődött program költségvetése bruttó 421 millió forint volt. Nem csak az új tér készült-e, hanem több mint egy tucat más helyszínen is folytak felújítások a településen. Megszépült például ez a tér is, ahogy a focipálya újrafüvesítése is megtörtént. Bár a pálya gondozása folyamatos, a gyep előregedett, elgyomosodott foltokban kipusztult, ezért vált ez elengedhetetlen feladattá. A műfüves teniszpálya és kispálya pedig több mint 10 évvel ezelőtt épült, a folyamatos használat következtében elhasználódott, elkopott. Az autóbusz megálló útfelülete és környezete ugyan megújult, de a projekt buszváró létesítését nem támogatta, így a beruházások sorait nem ért véget. Terben van egy fedett buszállomás létesítése. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Nagy Lajos baktalórendháza polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr! Hát üdvözlöm a televízió nézőit! Hát egy 400 millió forintos pályázatról beszélünk, amelynek azért a végéhez értek. Hogyan tudná összefoglalni, mik voltak a projekt legfőbb céljai? A projekt céljai nagyon általánosan kifejezve a település üzleti környezetének vonzóbbá tétele, a város mint járási székhely térségi szerepének erősítése és a lakókörnyezet vonzóbbá tétele. Mindenképpen egy élhetőbb kisvárost szerettünk volna a korábbitól, bár az sem volt, tehát az is élhető volt, de ettől függetlenül ezen szerettünk volna rengeteget javítani és fejleszteni, és úgy gondoljuk, hogy ez a jelenlegi projekttel, ami nemrégen fejeződött be, ez nagy részt sikerült. A projekt legfontosabb adatai az valóban a támogatási keretösszeg, amelyet a megyei top forrásból sikerült elnyernünk, ez 400 millió forintot tesz ki. Ebben minden benne vannak az előkészületi költségek, a különböző tervezési, projektmenedzsmenti szolgáltatások, és természetesen a legnagyobb közel 360 millió forintos összeg, bruttó 360 millió forintos összeg pedig a kivitelezést teszi ki ebből a keretösszegből. Hogyha a projektek sorát nézzük, ez a 400 millió forintos pályázat, ez hol helyezkedik el nagyságrendileg? Örömmel mondhatom, hogy ez az óriási mértékű projekt, legalábbis a mi kisvárosunk számára ez egy óriási mértékű projekt, gyakorlatilag egy a több toppos projekt közül, hiszen ez év elején sikerült befejezni ugyancsak top forrásból a elvezető rendszer felújítási programot, az úgy szintén 400 millió forint. Rövidesen befejeződik a kerékpárút építési programunk, amely baktalórendház és a környező településeket köti össze kerékpárúttal, valamint a településen lévő kerékpárút is felújításra került ebből a programból. Ennek a mértéke 500 millió forint, tehát erre értettem és így értettem, hogy egy a sok közül a zöldváros programunk, de mindenképpen ez a leglátványosabb és ez a legszebb, hiszen sikerült két helyszínen új épületet létrehoznunk, egyrészt egy üzleti szolgáltató centrumot a megfelelő térrel megépítve, másrészt egy fedett buszmegálló kiépítése történt. Ezen túlmenően korábbi használt épületek felújítása is megtörtént. Elsősorban üzleti célra, valamint van olyan épületünk, ahol egyesületek működhetnek majd, és nagyon sok városi közpark, köztér megújult részben zöld felülettel, részben pedig új térburkolatot kaptak ezek a területek. Hangsúlyozom, hogy nem 100%-ban van kész a városközpontunk, tehát további fejlesztéseket tervezünk, amihez várjuk a forrásokat és minden egyes forintot szeretettel fogadunk. Hogy kell elképzelni azoknak, akik nem látogattak el baktalórendházára például ez az üzleti szolgáltató
helyiséget, vagy központot. Igen, ez egy 400 négyzetméteres épület, amelyben 8 üzlethelyiség található, ebből könnyű kiszámolni, hogy egy helyiség 50 négyzetméteres, és ezeket az üzleteket különböző vállalkozásoknak szeretnénk bérbe adni, majd a használatbavételi engedélyezési eljárás követően, és örömmel mondhatom, hogy a 8-ból 6 üzlet már foglalt és elkelt, bár még nem kötöttünk szerződést, de már megállapodtunk a bérlőkkel. Én bízom benne, hogy ez a maradék 2 is rövidesen megtelik majd élettel, és akkor elértük célunkat, hiszen vállalkozásokat hoztunk ide, amelyek természetesen a helyi lakosok érdekét szolgálják. Ez pedig azt jelenti, hogy viszonylag barátságos áron sikerül kiadni ezeket az üzlethelyiségeket? A képviselőtestület által önkormányzati határozatban meghatározott áron sikerült ezeket az üzlethelyiségeket kiadni, de akár mondhatok konkrét számokat is, nem titok ezt, tehát 65 ezer forint, nettó 65 ezer forint egy helyiségnek a havi bérleti díja, ami úgy gondolom, hogy egy baktorantházi mértéket figyelembe véve nem egy magas összeg, tehát érdemes lesz baktorórendházan vállalkozni. Ez annál, pedig a városkasszát gazdagítja. Természetesen ez a város büdzséjét gazdagítja, annál is inkább, mert mint említettem, járási székhely vagyunk, és nem csak az üzlet tulajdonosok, vagyis üzlet bérlők, a vállalkozások, nem csak a helyi lakosok kereső képességére számíthatnak, hanem a különböző közigazgatási célra, egészségügyi problémák tekintetében, vagy bármilyen más témában ide látogatók keresetére is számíthatnak. Uh-huh. Ugye beszéltünk itt a projektek soráról, no, de azért még vannak kilátásban, ugye, pályázatok, hogy így van. Az előbb felsoroltam azokat a programokat, amelyeket vagy már befejeztünk, vagy a elkövetkező hetekben, hónapokban fejezünk be. Ezen túlmenően pályáztunk háromcsoportos bölcsőde építésére, ezt is a TOB forrásból, bízunk benne, hogy mint járási székhely, nem győzöm hangsúlyozni, ez a pályázatunk is eredményes lesz. Ezen túlmenően ugyancsak TOB keretből a Dégenfeld kastélyunk, a műemlékvédelmi Dégenfeld kastélyunk pince felújítására is van egy 100 millió forintos keretösszegünk, és ezen túlmenően pedig a Magyar Falu programokra is vannak már nyertes pályázataink, amelyeket az elkövetkező hónapokban kívánom majd megvalósítani. És tényleg csak azokról beszéltem, amelyek nyertes, illetve bízom benne, hogy pozitív döntés előtt állnak. Ugye mondja, hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy járási központ. Gondolom egy-egy ilyen projekt vagy pályázat alkalmával azért ez eléggé sokat nyom alatban, hogy Bakta Lóránt háza, ugye, ha jól tudom, egy 4000 lelkes település. Így van, 4000 lelkes település van. Járási központ. De a 12 település, ami a járáshoz tartozik, 20 000 főről beszélünk. Igen, valóban nagyon sokat nyom alatban, sőt, vannak olyan pályázatok, ahol ez feltétel, és kitétel, hogy a járási központok rúghatnak labdába, tehát ők pályázhatnak arra a kiírásra. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.